Üdvözlöm Önöket! Jó egy kicsit ismét együtt tejázni, remélem, hogy Önök is hétről hétre ezt teszik velem. Hogy mi mindent kínálok mára, tudják, hogy ez a műsor szolgáltató műsor, segítő műsor, szórakoztató műsor, hát ma mindenből lesz egy kevés, például kiállításról. Kiállításra egy különleges része a kiállításoknak, amikor egyben szolgáltatunk, vásárolunk, hozzá szabad nyúlni a dolgokhoz, azaz elmondjuk, hogy milyen is egy órabőrze. Aztán, hát egy fontos dologról fogunk beszélni, és ez nem más, mint a fogyás. Sőt, komoly tudományos alapon elmondjuk Önöknek, hogy mi a fogyás módszertana. Sokkal komplexebb folyamat, mint ahogy mi ezt általában gondolnánk. Ezután egyrészt egy kis filmet láthatnak Afrika kamillájáról, azaz egy olyan különleges gyógynövényről, amiből teát csinálnak, és hogy mi mindenre lehet jó ez a teja. Abban is segítünk a háztartási jó tanácsok újdonságok blogban, hogy bizony, hogy lehet spórolni. Például egy lakásban akkor, ha jó a szigetelésünk. De hogy lehet szigetelni, mivel lehet szigetelni, mikor szigeteljünk? Ez annyi kérdést vet föl, hogy azt hiszem jócskán lesz, miről beszélgetnünk szakértőnkkel. Majd pedig a csontunkról fogunk beszélgetni, hogy azért a saját felépítésünket is tartsuk karba. Természetesen, ahogy ezt már szoktuk, Éliás Tiborral. Nagyon-nagyon jól sikerült múlt héten a klubnapunk. Egy kicsit meditáltunk, egy kicsit finom koreai ételeket ettünk. Jövő héten láthatják az erről készült kisfilmet. Most pedig nincs más hátra, mint igyanak velem egy korty teát, és megnézzük azokat a tárgyakat, amik körülvesznek bennünket. Most ebben az esetben a gyönyörű, szép órákat, amik akár régiek, akár antikok, de talán nagyon a szívünkhez is nőttek. Szeretettel köszöntöm Varga Pétert, aki óragyűjtő, aki az órák szerelmese, és úgy döntött, hogy Önöket is egy kicsit megismerteti, közel hozza ahhoz a csodához, amit az órák látása, megfogása jelenthet. Kedves Péter, hozott nekünk ismét egy-két gyönyörű, szép darabot. Hogy van ez Önhöz? Úgy mindig oda kerülnek a szép darabok? Igen. Hát először is kezdi csókolom, és nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket is. Igen, ezt már egy ilyen kicsit betegessé vált hobbi, hogy mindig a szép darabokat meg tudom kaparintani, és egy ideig meg is tudom tartani. Ameddig a pénztárcája engedi az embernek, addig ragaszkodik ezekhez a tárgyakhoz. Ez egy költséges hobbi. Ez nagyon költséges hobbi, de az a szerencse, hogy amikor az ember már nem tudja befizetni a villanyszámláját, akkor van mihez nyúlni. Tehát ezeket az órákat úgy el lehet adni. Néha egy picit az értéke alatt, de végszükségletben meg lehet tőle fájó szívvel ugyan, épp azt akartam mondani, hogy a nagy szívfájdalom az biztos ott van. Na most ezek általában, amik nálam vannak, amiket itt meg is tudok mutatni, ezek mind nagy márkájú órák, tehát nagyon nagy nevű óra cégek készítették, és nemes fémből készült javarészük. Tehát, mint tudjuk, a nemes fémnek mindig volt és lesz is értéke, tehát ha azt veszük, hogy befektetés céljából vásárol az ember egy órát, ez több szempontból előnyös, mert van mibe gyönyörködni először is. A másik, hogy meg tudja nézni, hogy mennyi az idő. Milyen egyszerű. A harmadik meg az, hogy egy kicsit biztosabb helyen van a pénze, mintha a párnacihába tárolná. Tehát befektetésnek is, gyönyörködésnek is, és használati tárgynak is nézhetjük ezeket a csodaszép alkotásokat. Tényleg nagyon szépek. Alkotásokat, mert már őket így lehet nevezni. Tehát ők nem egy ilyen futószalagon készült sablon termékek, hanem ebbe benne van a órakészítő mestereknek szíve, lelke és mindenféle tudománya. Eleve egy jobb cég az jobb anyaggal dolgozik, tehát keményebb vagy tartósabb anyaggal? Tartósabbal, és tehát
például ami acélból készül, az egy nagyon különleges eljárással készült nemes acél. Uh-huh. Tehát itt van egy-kettő darab, ami acélból készült. Például melyiket például vegyem itt? Ez a kettő, ez acél. Igen, megpróbáljuk akkor így megmondani. Ó, de szép. Igen, ő egy 1944-ben készült Philip Patek névre hallgat, a világ legjobb óra gyártó cége egy kis manufaktúraként alakult, és most már azért Svájc legelőkelőbb óra gyártó cégével avanzsált elő. Ő csak nagyon-nagyon nagy precizitású és nagyon bonyolult szerkezetű órákat gyárt. Hát ez a kis darab, amit itt tetszik mutatni, ez azért különleges, mert ha ez aranytokba lenne, akkor az értékének a felét tudná, de mivel ez acélból van, ezért sokkal többet ér, mert ritkább. Tehát ki acélból, gondolta volna, igen, hogy milyen szempontok ez egy, érdeklik igen, a gyűjtőket? Ez egy nagyon-nagyon ritka darab. Tehát aranyból nagyon, nem azt mondom, hogy nagyon sok, de úgy jóval több készült, mint acélból. Ez egy kuriózumnak számít. Jó, tehát akkor ezt ahhoz képest, hogy azt hinnénk, hogy egy kis egyszerű óra, mert igen, hát úgy első pillantásra én nem gondoltam volna, hogy ez igen, egy értékes óra. Mindig azon múlik, hogy vajon milyen anyagból kigyártotta, és talán azt is, hogy mióta. Így van. Ketyeg. Mióta ketyeg, meg még egy nagyon lényeges, hogy mennyit gyártottak belőle. Aha. Tehát mert ugye most az órák már ilyen tömegtermelésbe készülnek Kínába, a távol-keleten, ahol másodpercenként több ezer óra jön a szállítószalagról. Tehát már nincs akkora értéke, meg nem is lesz ezeknek az óráknak soha értéke, mert ezek ilyen tömegcikkek. A másik irányzat pedig ezek a divat órák, amik ugye ilyen plázákba kaphatók, tehát ők is addig még a plázában valaki megveszi, gyönyörködik benne, de hogyha valamiért el kéne, hogy adja, akkor az nagyon-nagyon nehezen megy. Tehát annál tudjuk, hogy az olyan, mint egy divatholmi, egy van, ruha, egy csizma, egy ideig hordjuk, és igen, bizony csak veszít az értékéből. Csak teljes mértékben. Nézzünk egy másikat. Ami még itt egy érdekesség és nagyon nagy név, ez egy Rolex. Rolex és a Rolex családon belül egy Cellini névre hallgat. Ő egy szintén egy divattervező alkotta meg ezt a órának a dizájnát. Olyan fekete, hogy alig látjuk benne. Igen, igen. A Tokio az fehér aranyból készült, és rózsa arany kombinációval, tehát a lünettája az úgynevezett külső üveget tartó rész, az rózsa aranyból készült, és érdekes valóban, hogy fekete a számlapja, de ez egy ilyen öltönyös óra. Tehát őt inkább, tehát ezt gálára, smokinghoz, öltönyhöz vesszük föl. Igen. De tehát ő is a ranglétra tetején áll a Rolex is, tehát őt mindenki ismeri a Rolex uh-huh. órát, ugye? Olyan, mint az autóban Rolls-Royce. Tehát ő is a csúcs kategória. És akkor van itt még egy egyszerűnek látszó óra, ez a három az, amire ugye én mondtam, igen, hogy nem is gondolnám, hogy ezek értékes órák. Igen. Hát nézzünk meg egy ilyet. Ő pedig a háború, közvetlenül a háború után készült, tehát ő is 1944-ben készült, egy nagyon különleges acéltokban lévő, a Rolex gyárnak egy ilyen kis lányvállalata készítette, és az a neve neki, hogy Oyster Lipton nevezetű óra, de ő is annak idején férfi méretű óra volt, tehát régen a férfiak ekkora most órát voltak. Most épp azt akartam mutatni, hogy ez abszolút egy kis női igen, igen, kézre gyönyörű, és ön azt mondja, hogy ez egy férfi óra. Igen, hát a mai kor szellemében ez egy női óra valóban, de a 40-es, 50-es években ez teljes mértékben elfogadott férfi méretű óra volt, tehát nem olyan méretű volt, mint itt ő, ami egy mostani viselet, ugye ez egy... Akkor ez nem is értékes? Végül is értékes. Ő egy csak ez, nem antik. Nem antik még. 1975-ben alakult a cég, aki ezt készítette. Uh-huh. De ő is nagyon nagy precizitású és nagy komplikációs rendszerre megáldott órákat készít. De neki még nincs ilyen tradicionális neve, mint egy Pateknek vagy egy Rolexnek. Tehát ő még ilyen serdülő korban van. Viszont ez meg szép. Már szinte hatalmas még egy férfi részére igen, is. Hát ez egy ilyen sportos viselet. Őt föl lehet venni öltönyhöz is, de szabadidőruhához is. És egy strapabíró szintén acéltokba tették bele egy nagyon szép automata szerkezetet, és zafír kristály az üvege. Tehát ebben lehet akár munkát is végezni, vagy sportolni, vagy bármi olyan tevékenységet végezni, ami egy kicsit ilyen strapás. Tehát...
Búcsúzóul még majd mutatunk, akkor már szép arany órát is, legalábbis aranyszínűt, aztán megtudjuk, hogy miből is van. De hát azért egy kicsit beszéljünk arról, mert azt mondtam, hogy ez egy különleges kiállítás, ami hát vasárnaphoz egy hétre lesz. Milyen kiállítás ez? Igen, ez egy tulajdonképpen mindenkinek nagyon jó kis elfoglaltság ez a vasárnapi program. Aki szereti az órát, az azért kell, hogy eljöjjön, feltétlenül meglátogasson minket. Aki nem szereti, az meg azért, mert meg fogja szeretni, hogyha egyszer beleszagol egy ilyen kis légkörbe, ami ott van. Ott jóformán minden az óra körül forog, de viszont meg lehet tudni egy nagyon-nagyon sok információt. Tehát ha valakinek van egy órája otthon, vagy örökölte a nagypapától, vagy kapta Amerikából, nagyon sok ilyen óra kerül oda hozzánk, akkor egészen pontosan be tudjuk határolni az óra fajtáját, évjáratát, nem utolsó sorban az értékét is. Ezt teljesen díjmentesen végezzük nekik, és nagy szeretettel. Tehát ez egy szolgáltatás a kiállításnak? A másik, ami még nagyon nagy sikert szokott aratni az ilyen órabőrzén, a tanácsadás. Tehát, hogy hova vigye az óráját, mondjuk, ha van egy kakukos órája, ami éppen nem működik, mert berekedt a kakuk, akkor javasolunk neki néhány órás mestert, akik még valóban értenek az órához. Tehát nem csak elemet tudnak cserélni, hanem még órát is láttak. És van hozzá megfelelő alkatrészük, vagy ha nincs, akkor le tudják gyártani, mert megfelelő szerszámuk van hozzá. Tehát esztergáljuk, és mindenféle fogaskerékmarójuk, és meg tudják ezeket a régi, bonyolult órákat is javítani. Tehát nagyon sokan fordulnak hozzánk olyan kéréssel, hogy már 20 éve nem működik az órájuk, hogy most mit lehetne csinálni, hogy dobják a szemétbe, vagy pedig lehet-e belőle még az akváriumon kívül valamit alkotni, és akkor nagy szeretettel tanácsoljuk neki, hogy vigyel a XY mesterhez, mert az valóban a szakmájához még ért, és szívvel lélekkel meg fogja javítani. Aztán olyan szolgáltatás is van, ugye, hogy valaki megkarcolja mondjuk a karórájának az üvegét, és akkor kétségben van esve, hogy most mit kell vele csinálni, mert elment a szervizbe, és azt mondták, hogy több ezer vagy több tízezer forint egy ilyen üvegcsere, és neki is nagyon sokat tudunk segíteni, mert vannak ilyen speciális üvegcsiszoló, óraüvegcsiszoló mesterek, akik a szerviz áránál jóval olcsóban meg tudják oldani az üveg pótlását is. Akár pótolják, vagy polírozzák, vagy bármit meg tudnak vele csinálni. Tehát sok ilyen mellékszolgáltatása van egy ilyen órabőrzének. Ki gondolná egy kiállításon, hogy az még hasznos is lehet, nem csak szemgyönyörködtető. És még azért érdekes a dolog, ugye, mert ez nem olyan kiállítás, mint amit megszoktunk, hogy egy kiállításon vitrin mögé vannak zárva a tárgyak, és akkor ott meg lehet csodálni, és meg lehet simogatni a vitrin üvegét, ha a biztonsági őr rá nem ver a kezünkre. Itt mindent meg lehet fogni, föl lehet próbálni. Sőt, én szoktam mondani a kedves érdeklődőknek, hogy menjenek vele egy próbakört. És így néznek rám, hogy mi az a próbakör. Mondom, hogy tessék szeselni fölpróbálni az órát, és elmenni a bárba meginni egy kávét, hogy mutat kávézás közben az óra. Ez jó. És akkor hát van, aki azt mondja, hogy hát nem egészen komolyan mondom, de mondom, komolyan mondom, tényleg el lehet vinni az órát és megpróbálni. Csak akkor mindig valami őrt azért melléjük küldünk, hogy épp azt hogy akartam kérdezni, el. Hogy azért ez egy kockázatos, de úrigesztus. Úrigesztus. Tehát mindent nem csak a szemnek, hanem a kéznek is. Tehát nálunk itt ez a jelszó. És abban is nagyon sokat tudunk segíteni, hogy az óráknak a fajtáját ugye elmondjuk, hogy ez kvarc óra, automata óra, kézi felhúzású óra, mennyi időnként kell tisztítani, ugye, mert egy óra is szereti azért, hogyha karban van tartva. Mert ugye, ahogy elviszük az autót, úgy az órát is el kéne vinni a szervizbe. És akkor mi ad otthont ennek a kiállításnak? A 6. kerületben egy nagyon szép patinás szállodában leszünk, a Hotel, és a vasárnap, nagy szeretettel, tehát 9. december 2-án, vasárnap, 10-től 15 óráig ott várjuk a kedves óra után érdeklődő és óra szerető vendégeinket. Még annyit kell elmondanunk, hogy a jövő évi program ki lesz írva már, mert megtudtuk a jövő évi dátumokat beszélni a helyszínnel. Tehát most, aki eljön a decemberi bőrzére, az már a jövő évet be tudja táblázni, hogy január 20, február 42, nem tudom a pontos dátumokat egészen, mert ugye még nincs nekem se a fejembe, de mindenki fogja tudni, hogy mikor lesz a jövő évi összes dátum, amikor rendezzük a bőrzéket. Igen, tehát akkor aki elmegy most, az nagyon sok hasznos dolgot találott, és nagyon sok szép dolgot, mert itt ugye letettünk mi egy sorórát, de ott mennyi lesz, és búcsúzóul én szeretném, hogyha egy pár szót mondana még erről a gyönyörűségesen szép
Hát ő egy Audemars Piguet névre hallgató óra. Svájc az egyik legtradicionálisabb óragyártó közül való. Annyit kell róla tudnunk, hogy Audemars Piguet Royal Oak névre hallgat, és ez a nyolcszögletű brillel kirakott lünette, ami itt az óra felső részén található, ez a Royal Oak nevezetű, tehát egy öreg tölgy. Mindjárt, most pont nem látják, igen, a nézők. Igen, egy öreg tölgy névre hallgat, és ez egy angol csatahajónak volt az ablakának a mintája, ez a forma, és onnan kapta a nevét. 18 karátos aranyból készült az óra, a csatja is, a tok is, és még a számlapja is aranyból van. Hát a szerkezet az nem, ugye, mert ha aranyból lenne, akkor elkopna minden alkatrész elég hamar. Hát, akkor ennek darab. A gyönyörű órának a látványával búcsúzunk most önöktől, de persze csak addig, amíg önök megnézik majd az Afrika Kamillája című filmet, aztán ismét itt élőben a stúdióban beszélgetünk. Köszönöm szépen Varga Péternek, hogy ennyi mindent elmondott nekünk az órákról, önöknek pedig jó kiállítás nézést. Köszönjük szépen! Az Indiai óceánban fekvő trópusi szigeten Zanzibáron egész évben nyár van. A szigetet még nem lepték el a turisták, az idegenforgalmi nagybefektetők. Szinte háborítatlan a növény és állatvilága, éppen ebben rejlik varázsa. Azt mondják, ez az utolsó földi paradicsomok egyike. Zanzibár a világ második legnagyobb fűszerszigete. Valamennyi országba exportálják innen a szegfűszeget, a fahéjat, a gyömbért és meg annyi mást. A fűszerek egy részét gyógyító erejűnek tartják, de százával ismerik és használják a gyógynövényeket is. Itt ideális körülmények között terem az Afrika kamillájának is nevezhető Euphorbia hirta. A sziget párás levegője és egész évben 30-40 fokos hőmérséklete igen kedvező a gyógynövényeknek. A belőle készült tea Tamás Eszter jóvoltából Afedim néven vált ismerté Magyarországon. Az erdélyi származású tanárnő még a Ceausescu diktatúra idején ment Zaireba kémiát tanítani. Majd családjával együtt 16 évig Afrikában maradt. Csodálatos élménygazdag évek után Esztert hatalmába kerítette egy kór, amire az ottani orvosok minden kivizsgálás ellenére nem lelték a magyarázatot. Tehát valóban az történt, hogy beteg lettem. Nem találták az okát, nem találták, hogy milyen betegségem van, ott helyben nem is volt nekik lehetőségük, az ottani orvosoknak. A végén rájöttem, hogy ez az Euphorbia hirta, amit nekem egy apáca ajánlott, hogy próbálja meg, ettől szépen gyógyulok, de hogy mitől gyógyultam, meg nem tudom. Ez végül is Brüsszelbe tudódott ki, amikor is beteg lettem a repülőbe. Brüsszelbe elmentem orvoshoz, és megállapította, hogy van egy petefészek daganatom. Tehát ez úgy nézett ki, hogy félelmetes volt, valóban nem tudták meggyógyítani, mert mivel, mert ilyen gyógyszerük a világon sehol nincs, és akkor ki kellett operálni. Kioperálták a daganatomat, megállapították, hogy egy elhalt petefészek daganat volt. Tehát orvos, aki megoperált, biopsziázta, és egy elhalt daganatot állapított meg, amire a következtetés csak az lehetett, mondta ő, aztán mondom én is, hogy amíg beteg voltam, addig élt ez a daganat, miután elkezdtem ezt a növényt forrázatként iszogatni, akkor kezdett elhalni, és aztán elhalt lassan. Mire engem megoperáltak, ez már teljesen egy halott daganat volt. Most ez az Euphorbia hirta okozhatta ezt, mert más semmit a világon nem szedtem, nem használtam, nem gyógyszereztem magam. Csak annak lehetett a következménye. Az Euphorbia hirtát az afrikai benszülöttek ősidők óta használják a legkülönbözőbb betegségek gyógyítására. Így egyebek között gyomor- és bélrendszeri problémák, légzőszervi rendellenességek, valamint bőr- és szembajok kezelésére. Valamitől elfertőződött a szemem, és sehogy nem akart rendbe jönni. Pedig még kórházban is kezeltek. A nagyapám javaslatára ennek a növénynek a tejnedvét kentem a szememre, és 3 nap múlva már semmi bajom nem volt.
Úgy tudom, a szigeten ugyanígy gyógyítanak még vágásokat, csípéseket és egyéb bőrbetegségeket. 12 éves koromban volt egy gombás bőrbetegségem. Sokat killottam vele, míg végül egy rokonom a kezembe adta ezt a növényt. Megőröltem, összekevertem vízzel, és az így kapott péppel 3 hónapig kenegettem a bőröm. Eközben ittam a növényből készült teát is, és teljesen meggyógyultam. Akkor elkezdtem kíváncsiságból kutakodni utána. Összeszedtem az információkat, amit szakirodalomba összetudtam szedni. Abban az időben még elég nehéz volt, mert ugye csak könyvtárakba tudtam hozzájutni. Meghallgattam a feketéket. Mi a véleményük erről a növényről? Hát ők tényleg gyakran használják, de ők csak tünetileg tudtak erre választ adni, de mondták, hogy nagyon sok mindenre, neki itt fáj, ott fáj, amott fáj, akkor ők használják. Vagy forrázatban, vagy megeszik, vagy ha bőrükön van valami elváltozás, akkor borogatják, és de sok különböző formában, különböző betegségekre használják. Familiánk ősidők óta ismeri az euforbia hírtát. Egyszer járt nálam egy falusi férfi, akinek fájt a gyomra, véres volt a széklete. A mongorókából megívott naponta 3 csészével és 2 hét alatt helyre jött. Nigériában az egyik törzsfőnök 4 éves kisfia kapkodta a levegőt, súlyos légzési zavarai voltak. Isteni jelre szintén az euforbia hírtát izattam vele 3 hónapig. A fiú tüdeje kitisztult, a törzsfőnök hálából nekem ajándékozta ünnepi ruháját. A növény főzetének hasznát vették máj és torokrákosok is, igaz, ők sokkal nagyobb dózisban itták a teját. Az écesek többsége sajnos a végső stádiumban keres meg, pedig őket sem tartom reménytelennek. Ha isszák a teját, nem szenvednek és visszanyerik az étvágyukat is. Nagyon rosszul lettem. 30 napja vérzett már a prosztatám. És szóval ezt nem lehet elmondani, hogy milyen fájdalmakkal járt, gyulladásos és lázas állapot. Bekerültem kórházba, tehát egy betegtársam javaslatára elkezdtem ezt a teát fogyasztani, és még szerencsére a szerencsétlenségből, hogy nagyon magas a cukrom, nem lehetett akkor rögtön megoperálni, mert a cukromat kellett először lecsökkenteni arra, hogy operálni lehessen. Ennek a teának a hatására a vérzés megszűnt, a nagy panaszaim megszűntek még a kórházban már, és hazaengedtek azzal, hogy majd egy hónap múlva visszatérünk. Én a kórházban még az árójelentésemért sem mentem vissza, mert a teja olyan jótékony hatással volt rám, hogy nem tartottam szükségesnek, hogy újból megoperáljanak. Kezdődik általában minden betegség, a legtöbb betegség, sok betegség azzal, hogy nem tud rendesen enni, hogy székrekedése van, hogy hasmenése van, hogy tehát az emésztési zavarokkal, nekem is azzal kezdődött, én nekem is nagyon kemény emésztési problémám volt, és akkor ők eszik, és isszák, és én is ettem és ittam, és végül másfajta bántalmak, ez is elmúlik, és közben másfajta bántalmakat is gyönyörű szépen tudod gyógyítani. Ezt mondták ők, ezt olvastam én, ezt láttam én, hallottam én, és ez így is van. Nagyon-nagyon hatásos gyógynövény, tele van hatóanyagokkal. Ez az, amit aztán magammal hoztam Magyarországra, amit valahol tudomására akartam hozni, akinek csak tudtam, hogy létezik, hogy hasznos, hogy nagyon jó, és kaptam is engedélyt arra, hogy ebből termékeket készítsek Magyarországon. Ebből van 3 féle termék, egy teja meg 2 krém, mert ugye vannak különböző bántalmak, belső és külső, és mind a 3 különböző kategóriára, tehát ez a 3 termék fantasztikusan hatásos. Kedves férfi társaim, 3 fajta férfi létezik, akinek volt már gondja a prosztatájával, akinek van és akinek lesz. Én a középső kategóriába tartozom. Egy idő után, 60-on túl, kezdtem érezni, hogy reggel nehezen tudok vizelni. Ez odáig fajult, hogy reggel már gondjaim voltak, és szinte fájdalmaim, amikor az egyik ismerősöm, barátom ajánlotta nekem ezt az euforbia nevű teját, hogy, és a következőképpen használtam. Egy sokkoló kúrát tartottam, ahol
filteres tejába lehet kapni a gyógyszertárba, gyógynövényboltba. Napi fél liter forralt vízbe 4-5 tasakot tettem bele, és ezt elkezdtem inni körülbelül 10 napig. 10 nap után éreztem javulást, és azóta is minden nap egy filteres teját megiszom. Hála jó Istennek, ha itt most lenne egy fa asztal, akkor alulról fölfelé lekopognám. Azóta ilyen gondom nincsen, és normálisan tudom a vizeletet üríteni. Én azt javasolom mindenkinek, akinek ilyen gondjai vannak, próbálja ki. Nem egy gyógyszer, nincsen mellékhatása, de rajtam segített. Az afrikaiak égi adománya persze nem csodaszer. Nem lehet vele minden betegséget meggyógyítani. A tudományos vizsgálatok egyelőre csak azt bizonyítják, hogy a növény nem árt, és sokirányú hatását szabad gyöklekötő, antioxidáns, gyulladásgátló komponenseinek köszönheti. Azt tudományosan nehéz bizonyítani, hogy a sok-sok hatóanyagon kívül az Euphorbia hirta magával hozza a fekete kontinens rezgéseit, napjának éltető energiáit.